Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a Virágos Magyarországért program, vendégem pedig Csemez Attila, a Virágos Magyarország szervezőbizottságának elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk újra Székesfehérváron. Esztendőről esztendőre megszokhattuk, hogy ilyenkor egy kicsit visszatekintünk, beszélünk a jelenről és a máról, természetesen amellett a jövőről is. Ugye az elmúlt évben ünnepelte a 25 éves jubileumát a már nem mozgalom, hanem program. És én azt gondolom, hogy ahogy meghirdették az idei versenyt, megerősítést kaptunk, hiszen tavaly a jubileumi évben több száz település és közel 3 millió ember csatlakozott ahhoz a programhoz, hogy felvirágoztassa a lakókörnyezetét. Ez egy kivételes lehetőség mindenkinek, az idei év is legalábbis. És számtalan olyan új történet lesz ez ebben az esztendőben, amely lehetővé teszi, hogy egyre több községet, várost és általában magyar állampolgár szólítsanak meg. Hiszen itt azért azt mondhatjuk, hogy mindenki nyertes. Nos, hát beszéljünk erről az új lendületről. Új izgalmak, megújult díjazási rendszer és nagyobb esélyek. Kezdjük talán a legfontosabb változást, hogy két lépcsős lett a verseny. Mi ennek a célja, hogyan? Talán az, hogy a területi vezetők által koordinált 3 megyénkénti zsűrizést sokkal közvetlenebbül, szűkebb körben végezzék el, és ott kerüljön sor az úgynevezett korábban regionális térségi díjkosztásokra, és azt követően az ott helyezést elért települések kerülnek csak az országos szintű megmérettetésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kis települések nagyobb esélyt kapnak, mondom én. Hát talán a kis települések azáltal, hogy tavaly levittük 2000-ről 1000 alattira a település lakosainak számát, már nagyobb esélyt kaptak. Tulajdonképpen a térségi szemlélet, a térségi ismerettség alapján bízunk abban, hogy jobban meg tudják ítélni a település zsűrizői is, és a területi vezető azt, hogy melyik település milyen szintet ért el. Tehát ez az alapváltozás, viszont tekintsünk egy kicsit vissza. Én azt gondolom, hogy ez eddig is egy ilyen sikertörténet volt a Virágos Magyarországért program mindenképpen, hiszen esztendőre itt Székesfehérváron is megtapasztalhattuk, sőt ráadásul az országos verseny győzteseinek polgármesterei is voltak vendégeim, akik azt mondták, hogy az ilyen verseny után egy új lendületet kaptak. Milyen az ön tapasztalata erről? Egyértelműen alá tudom támasztani. Tudnélik, mindenféle befektetett energia, most nem csak az anyagi, hanem a lakossági bevonás, az önkormányzati erőfeszítés, az mind a térség, a helyben marad, a településen marad, és hogyha látják a lakosok, hogy valamilyen értelemben a környezet szépült, rendezettebbé vált, akkor sokkal fogékonyabbak arra, hogy ők is jobban vigyázzanak a környezetükre. Egy példát hadd emeljek ki. A közmunkásokkal végeztettek az egyik városban a palánta neveléstől kezdve, ugye a magvetés, a nevelés, a kiültetésig, és attól kezdve az egynyári virágágyakból a lopás az majdnem, hogy nullára redukálódott, mert aki vagy akinek a kapcsolata, apja, anyja, és itt tovább részt vesz benne, hát az nem fogja kivenni és elvinni haza. Úgyhogy én ezt egy nagyon jó példának tartom, ezt az egyetlent, ahol mondjuk a kevésbé képzett lakossági réteg is benne is tudatosul az, hogy érdemes valamit csinálni, és nem egy olyan helynek nézni, onnan föl lehet venni a virágot és haza lehet vinni. Mi magunk is tapasztaljuk itt Székesfehérváron, hogy nagyon-nagyon fontos, mert versenyről van szó, de ez sokkal inkább egy folyamat. Én azt hiszem, hogy megérintette az embereket, köszönhetően elsősorban ugyebár a Városgondnokság főkertészének, Spanyárni Halászilvinak és munkatársainak, hogy jó körülnézni Székesfehérváron. És nem csak a frekventált helyeken, hanem egyre inkább fejlődésnek indultak azok a lakótelepek, amelyek eddig elhanyagoltnak tűntek,
egy kicsit még benne volt a szocialista éra, hogy tömbházak és csupa beton minden, és úgy látom, hogy gondozzák a környezetüket az emberek. De ez egyébként nyilvánvaló, azért mi sokat utazunk, ez vonatkozik a többi városra, a kis településekről pedig nem is beszélve. Nagyon jó kezekben van a város szakmai szempontból kétségtelen, és tekintettel arra, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy évek óta visszajárhatok zsűrizni, látom, hogy évről évre mit változik, és hogyha a lakótelepeknél vagyunk, akkor a Jávrottó tér megújítását szívesen hoznám fel példának, ami tavaly készült el, valamint a harmadik Béla teret, ahol a lakóépületek között, iskola mellett ideális körülmények keletkeztek. A harmadik Béla park esetében a felújítás során, a Jávorottó tér esetében pedig egy igen jelentős burkolt útfelet kialakításával, szökőkút alkalmazásával, virágágyak létesítésével, ülő lehetőségek biztosításával egy rendezett környezet alakult ki. Igen, itt épül-szépül a város, ezt olyan szempontból is meg tudom erősíteni, hogy az édesanyám is egy lakótelepen él, és szabályosan versenyeznek most már az idős hölgyek, hogy mindenki kapálgat, a virágokat gondozza, mert hogy jó ránézni kívülről is. Holott az mindenki, ahogy tetszik. Térjünk vissza a területi díjátadók utáni történetre, hiszen az országos döntő az már egy rang mindenképpen. Nem csak azért, mert a fődíjért megy, meg adott esetben a Lentente Floral Europe elismerésért, az európai versenyért, hanem azért is, mert ez bizalmi elven, de egy megerősítést jelent a település vezetőjének és magának az állampolgárnak, aki tett ezért. Hát egyértelműen hozzá kell tennem, hogy a területi díjkiosztós, tehát a két lépcsős díjazás ellenére a záró központi rendezvényre valamennyi nevező település meg lesz hívva. Tehát azt a légkört ők is átélhetik. Ez nagyon lényeges, mert nem csak azok kerülnek oda, akik a területi versenyben helyezést értek el, hanem résztvevőként valamennyi versenyző, polgármester, illetve a települési képviselő. Na most ezáltal én úgy érzékeltem, hogy a kevesebb díj átadásával még jelentősebbé országosan magasabb rangra emelést szeretnék ezzel elérni, ezzel a két lépcsős díjkiosztóval. Még egy újításról mindenképpen kell, hogy beszéljünk, ugye ez egy tradíciót teremt, legalábbis reméljük, tehát hagyományteremtő céllal az erdélyi települések is nevezhetnek. Ez egy nagyon fontos lépcső. Szintén személyes tapasztalatból mondom, hogy azért a székelyfalvakban, általában Székelyföldre járunk minden nyáron, tavasszal. Gyönyörűek így is, úgy is, de ha még szebbek lesznek, akkor talán még jobban sírunk értük. De a játékosságot félretéve ez tényleg fontos lépcső. Kétségtelen, hogy Guller vezérigazgató úr szerette volna kiterjeszteni a környező országokra is a versenyt, és idei év az első, amikor az erdélyi három megyére, illetve a magyar falvakra történt a kiterjesztés. Reméljük, hogy egy tucatnyi település már majdnem annyi jelentkezett is, és hát ha ott megjelenik a zsűri és tapasztalatcserére kerül a sor, az olyan jó érzést kelt, és olyan sok élményben részesíti a jelentkező településeket is, egyfajta különbséget tudnak tenni, és a jó példát látva tudják, hogy a következőben mit kellene tenni. Tehát én kíváncsian várom, és nagyon drukkolok, hogy milyen színvonalú és milyen jellegű környezetszépítési akciókkal jelentkeztek az erdélyi városok. Ugye, mert meghosszabbították a jelentkezési határidőt, az június 1-e volt ennek a hónapnak az első része, és 333, de jó kimondani, település nevezett. Úgy van. És hogy ugyebár már is meg kellett kezdeniük a zsűrizést, hiszen ezeket a településeket végiglátogatni, a városokat, Budapest kerületeit, én azt gondolom, hogy az egy kemény munka. Ennek a testületnek egyébként ugye tagja, mint tudjuk, Szilvia, a regionális
Hát ő a vezetője. És ő a vezetője ennek a történetnek, tehát lesz dolga bőven, de nem sajnáljuk, sőt örülünk neki. No de, melyek a fő szempontok a zsűrizésnél? A változatlanul megmaradtak 50%-a az értékelési szempontoknak a zöld felületi adottság. Tehát kétségtelen, hogy ez egyértelműen egy zöld orientált, most a virágost azért nem hangsúlyoznám, mert ott, ha a vir szó szerint ugye egy nyári és évelő növényeket értenénk, állítom, hogy 5-6%-nál nincs nagyobb súlya a teljes 100 pontos értékelési rendszerben. Akkor az értékelési rendszerről beszéljünk egy kicsit, hiszen a jelzőszerkezet azt sugallja, hogy virágos, tehát akkor a virág a döntő, holott ön a zöld felületeket említette, nyilvánvaló, hogy a parkok szépessége, az élhető területek, a beépítés, a felhasznált területek, hogy egyre zöldebb és zöldebb legyen hazánk, ez a fő szempont. Hát talán, hogyha végig tekintünk, most ugyan nincs nálam a teljes sorrendiség, de először is a település központja kiemelt helyen szerepel. A műemlékileg védett környezet vagy templomkert kiemelten szerepel. A városi közpark, hozzáteszem, hogy minden településnél értelemszerűen itt Fehérváron is több hasonló szintű zöldfelületű objektum lehet, de sikerült elérni idén a harmadik éve, hogy nem általában beszélünk, hanem konkrétan megnevezzük, hogy jelen esetben például a főutca, a Rákóczi utatnak tekintettük, a közparknak egy pillanat. Zicsiliget? Hogy? Zicsiliget, a közpark. Most hirtelen, most töltöttük ki előbb. Vagy a Jávorottót. Hát most én nem is emlékszem. Mindegy, tulajdonképpen ugye tehát ezek egy konkrét teret, igen, jelöltünk meg. Azon kívül intézménykert, az lehet a polgármesteri hivatal, vagy óvoda, vagy iskolakert, akkor szerepel benne közlekedési terület. Közlekedési területként mi a körforgalmat emeltük ki, szerepel továbbá sport létesítmény, temető, továbbá a település táj kapcsolatával, tehát település környék, parkerdő, tanösvény, szerepel vízes élőhely, vízpart, tehát talán végig is mentünk. Tehát egy település komplexitását vizsgálja a zsűri. A teljes zöldfelületi rendszernek kiemelt elemeivel mentünk, elemeit jelöljük, és azon belül pedig fák, cserjék, évelő egynyáriak, gyep, a növényalkalmazás, utcabútor, környezeti kímélő fenntartás, és így tovább. Tehát valamennyi objektum esetében végigmegyünk az egyes típusokon, és ott 0-3 pontig értékeljük, valamint pluszpontokat lehet kapni olyan szempontból, hogy milyen az anyaghasználat, az épített környezet, a fenntarthatóság. Tehát ez egy nagyon komolyan kitalált és olyan 100 pontos értékelési rendszer, ahol az egyes témakörök azok külön-külön kerülnek, éppen így a zöldfelületi rendszerhez tartozó objektumok, azok az 50 pontban, de az 50 pontot az Excel táblázata, hogy írjuk be, töltjük ki, hogy folyamatosan emeli, és hát kigyel, hogy hány százalékos lett végül is a település. Tehát nagy súllyal esnek latba a tematika szerint a külön-külön. De egyébként hogy lehet összehasonlítani, ez változik-e városnál, illetve kis településnél? Hogyne. A zöld feletti lap is egyértelműen, mert ugye eleve egy községnél település központ az szinte nincs, műemlék nem biztos, hogy van, üdülőterületi vagy lakóparki központ nincsen, a játszótér az szerepel, elfelejtettem, hogy a játszótér egy igen fontos elem többek között, amit figyelembe veszünk.
tehát nincs település, ugye zöld kapu, vagy település kapu, mert olyan kis településeknél ilyet nem szoktak csinálni. Attól lehet szép nyilván. Attól lehet szép, igen, de értelemszerűen a turisztikai és a zöldfelti értékelés esetében a város és a község között jelentős a különbség. Most tehát ugye erről beszéltünk, szerintem Székesfehérvár jó úton jár, viszont beszéljünk, tekintsünk ki egy kicsit, hogy az Entente Euroflorára a tavalyi Csémő és Nagykőrös hogy szerepelt. Mi az általános tapasztalata? Mi az, ami ezen az európai versenyen elfogadott? Mik a hiányosságok, amelyeken a tapasztalatok alapján javítani lehet? Hát ezt leginkább a úgynevezett előkészítésben éppen Spanyárné Szilvia, aki a nemzetközi zsűri tagja, jobban tudná mondani. Ott szintén 10 értékelési szempont van, kicsit máson vannak a hangsúlyok, és ők, akik részt vesznek ezekben a zsűrikben, nagyon tudatosan választják meg a településeknek azt a 10 helyét, ahova a zsűrinek mindenképpen el kell menni, és hát ott mese nincs, azt elő kell készíteni, az forgatókönyvet kell adni, tehát igen, alaposan kell kiválasztani az egyes helyszíneket, és hogyha ott valami esetleg hiányozni, na, hadd mondjak egy példát, tavaly az egyik község minden adottsága nem volt, de nem volt óvodája, nem volt iskolája, azt mondtuk az egyébként nagyon képzett, szimpatikus közgazdász végzettségű polgármesternek, hogy hát nem tudjuk, hiába adott esetben nyerni meg a hazait, nem tudnánk a nemzetköziben küldeni, mert van a nemzetközi 10 szempont közül olyan, amiben ő nem rendelkezik. Tehát akkor teljesen fölösleges lenne őt egy ilyen magas minősítésre emelni, amikor nemzetközivel, tehát nekünk, amikor kiválasztottuk többek között Nagykőröst és Csemőt is, akkor rögtön ugye agyilag végig kellett nézni, hogy vannak-e a nemzetközi zsűri kritériumának megfelelően valamennyi szempontnak megfelelő bemutatandó helyei. Tehát olyan kritériumrendszer van, amely nem feltétlenül illeszkedik. De nem is kell, én azt mondom, mert ugye az alap továbbra is az, hogy szép élhető legyen egy település. A szakmai zsűri mennyit tud segíteni a felmerülő kérdések megoldásában? Nyilván van egy-egy település, ahol szeretnének javítani, de nem tudnak hozzáfogni. Lehet, hogy nincs. Ezt ön, mint kvalitásos kertépítő, nagyon is jól tudja, hogy nincs olyan ember, aki ehhez olyan szinten értene. Itt a kis településekre gondolok elsősorban, hiszen a városoknak van főkertészük, van komoly szakembergárdája. Úgy van, hát nagyon aranyos, hogyha a polgármester azzal kezdi, hogy jaj, de örülök, hogy megint önök jöttek, mert van úgy, hogy még a metszóló és elszólat, hogyha valamit, hogy mutassuk meg, hogy kell, mert képzetlen, de jó hiszemű, jó szándékú, és nagyon sokat jelent, úgy érzem a díjkiosztókon, hogy a polgármesterek láthatják, hogy melyek azok a települések, milyen adottságokkal rendelkeznek, amelyeket minősítettünk, amelyek nyertek, hogy azok le vannak vetítve, filmet készítenek róla, és így tovább, tehát ők saját maga is tudja ezáltal, annélkül, hogy nekünk kellene mondani, minősíteni, illetve a saját települését, elsősorban a községekről van szó, helyre tudja tenni. Szóval tehát igen, sokat igen. Tanul abból, hogy mit lát a másoknál, és hogy a zsűri mi az, amit nekünk kötelességünk, ha mindjárt udvariasan is, de tárgyalagosan felhívni a figyelmet, hogy hát ez nem egészen olyan, mint ahogyan a szakmai elvárásoknak megfelelő lenne. Szóval ez kivételesen fontos, ugye nem csak közösségépítő, nem csak a szépségre megy, hanem azért a turisztikai vonzerőt jelent. Egyértelműen. Ez valamelyest mérhető, hogy a Virágos Magyarország, hiszen a turisztikai ügynökség partner ebben, hogy mennyit javít a hazánk, illetve egy település megítélésén? Én egy személyes példát tudok mondani. Tihany esetében ott megszűnt a kultúrépület, az úgynevezett korábbi Magtár előtti téren a parkolás, és egy közpark lett. Az El Caminónál én találkoztam ott az egyik vendéglőnek a tulajdonosával, és azóta bejárok hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet, mikor volt több vendégetek, amikor parkoló volt itt,
vagy most, amikor rendezett parkoló van, rendezett tér van, és ott rendezvények vannak, egyebek, hát most sokkal több vendégünk van. Tehát ilyen értelemben ez egy közvetlen, mindenféle statisztika nélküli megállapítás, amit a tulajdonos maga mondott. Ugye ezt a polgármester járt itt nálam, Tihany polgármester, és ezt megerősítette, hogy nagyon sokat várnak tőle, tehát, és azt hiszem, hogy ez be is jött. Mint ahogy az is bejött, hogy a versenyfővédnökének egy népszerű személyiséget választottak, Borbás Marcsit mindenki szereti, és nem csak a konyha okán. Igen, hát kétségtelen, hogy mint fővédnök olyan arcot sikerült találni, aki úgy, ahogy itt említette, ismert az országban, tehát ha ennek ehhez is adja a nevét, akkor úgy gondolom, hogy még jobban szolgálja a Virágos Magyarország mozgalom népszerűsítését. Nos, hát az van még hátra, hogy egyrészt ugye jó munkát kívánok önöknek, de ugye nem csak a szakértők véleményére kíváncsi a versenyszervező bizottsága, hanem most már van egy Facebook oldal, ez majd ennek a hónapnak a közepén indul el, és lesz közönségszavazás. És a következő 5 héten át mindenki leadhatja a szavazatát. Ez is azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lépcső, hiszen ma már mindenki a számítógépek és az internet bűvületében él, ahogy tetszik, és ez megint egy olyan fontos dolog, hogy az egyes ember is azt gondolhatja, hogy igenis ez valóban így van, hogy hatást gyakorolhat az eredményre. Ez és megerősítheti egyértelműen a saját települését. Sőt, éppen itt a néhány éve a legszebb fekvési település Súr példája szolgálja, hogy attól kezdve az ismeretlenségből feljött egy kis település, és rögtön népszerűségének egyre inkább növekedett. No, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, nagyon sok dolguk lesz, ehhez kívánok jó egészséget, éles köszönöm szemet, szépen. Hogy a kritériumrendszert meg tudják ítélni, és persze minden olyan településnek, aki majd győz vagy nem győz, hogy legyenek boldogok, hogy szép, virágos az ő még faluk, város. Elnézést, hogy egy gondolattal kiegészíteném, a Sóstó ez egy olyan ökológiai és rekreációs és természetvédelmi beruházás, ami példátlan értékű. Itt az elmúlt években követtem, és most az eredmény megérett, úgyhogy ez egy... Büszkék is vagyunk rá. El is hiszem. Egy olyan természetvédelmi terület, ahol így most kiegészítésként azért elmondom, hogy mindig tele van, tehát, és ráadásul szakemberek kísérik a fiatalokat, és nem csak a fiatalokat. Korábban idézőjelben senki földjének is lehetett tekinteni, és attól kezdve, hogy a vízpótlás megoldódott, egy ilyen paradicsomi állapot kezd kialakulni. A madár, illetve a Sirály-szigettől kezdve ott annyi mindent lehet látni, hogy én nagy élvezettel nincs messze az láttam. Az idő, amikor a Red Bull devész, mármint a vidi szurkolói csoportja is majd egyszer ellátogat oda, de hát az még odébb van. Tehát még egyszer köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm, hogy minden jót. Kedves nézőink, Csemez Attila volt a vendégünk, a Virágos Magyarország program vezetője, és természetesen mi másról, mint a 2019. évi Virágos Magyarország programról beszéltünk. Köszönöm figyelmüket, és önök is figyeljenek környezetükre, megéri. Viszontlátásra!